Előfordulhat, hogy azért vannak rossz pszichológusok, mert nem képesek ezeket a saját dolgok, dolgaikat meglépni, ami miatt eleve ezt a pályát választották? Pusztán az egyet, egyetemi képzést, azt végig lehet úgy csinálni, tehát bárki lehet pszichológus, úgyhogy nincsen önismerete. Tényleg nem mindenki ért ehhez a szakmához annyira, mint amennyi papírja van róla. Azt is szerintem fontos megemlíteni, hogy a mi hivatásunknál az egy érdekesség, mondjuk így, hogy nekünk nem az a feladatunk, hogy a kliensnek megteremtsük a komfortját. Mindannyiunknak szerintem a világon az összes embernek jól jönne, vagy három pszichodráma csoport, és lenne még mit felfedezni azután is magába, vagy rétegeket átrágni. Szerintem itt amúgy halmozottan igaz lesz erre az egész beszélgetésre a a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve mondás, nem, tehát hogy hmm. hogy egy abszolút nem rossz szándékot feltételezzünk, hanem azt, hogy, hogy ők tényleg elhiszik, hogy tudnak segíteni. Ez itt az Amiről Nem Beszélünk podcast, melyben tabukat és tévhiteket fogunk górcső alá venni. Borzasztóan bekorlátozza az életünket, ha bizonyos gondolatokat elgondolni sem szabad, nemhogy kimondani. Pedig olykor ezeknek a gondolatoknak a kimondása vezetne el nagy változásokhoz és felismerésekhez. Abban reménykedünk, hogy egyre komplexebb és összetettebbé formálódik a gondolkodásmódotok, valamint egyre jobban fogjátok tolerálni az ellentmondásokat. Célunk továbbá, hogy segítsünk a decentrálás elsajátításában, vagyis abban, hogy meg megértsétek, hogy a dolgoknak a középpontjában általában nem az én van. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai adásban. Arról fogunk beszélgetni, hogy vajon vannak-e rossz pszichológusok, ha igen, hogyan lehet őket felismerni, ha nincsenek, akkor ennek mi lehet a magyarázata. És nyilván ezen kívül ki fogunk térni más rossz szakemberekre vagy szakértőkre is, hogyha vannak. Ezt az adást egyébként nem titkolt módon a rossz anyákkal kapcsolatos posztom indította el bennem, hogy érdemes lenne arról beszélgetni, hogy vannak nagyon nehezen megítélhető szituációk egy pszichológiai tanácsadáson olykor-olykor tényleg hibáznak a pszichológusok, és ebben olykor-olykor tényleg sérülhetnek a kliensek, ennek a mértéke meg a gyakorisága egyáltalán nem mindegy, vagy ez nem jelenti azt, hogy ettől még egy adott szakember, rossz szakember, hogy fog hibázni, és annyira nehéz ez az egész téma, mert hogy lehet, hogy van egy nagyon-nagyon jó orvos, és élete során elkövet egy vagy két műhibát, és brutális pereket tudnak a nyakába akasztani emiatt, vagy beszélgettem a múltkor egy ö, plastikai sebészettel kapcsolatos ö, tanácsadó hölgyel, aki elmondja, hogy úgy fél évente egyszer egy ö, plastikai sebészetben ö, bekövetkező komplikáció sajnos előfordul akkor is, hogyha egyébként nagy biztonsággal tudnak ilyen vitéteket már elvégezni. És egy nagyon nehéz azt tolerálni, hogy fontos, nagy felelősséggel bíró szakemberek időnként tudnak és fognak hibázni, vagy van, van amikor olyan körülmények vannak, amit nem tud egy orvos sem kivédeni. Úgyhogy szerintem emészgetni kell ezt a történetet. És itt van velem Benkevali Leria, aki szexuálpszichológus, és Hart Norbert, aki a Polingvizs nyelviskolának a tulajdonosa. Nagyon bánom, hogy ma Bea nem tud velünk lenni, de ő is itt van néha, Konya Bea aki Instagram marketinggel és kommunikációs tanácsadással foglalkozik. De vágjunk bele, szóval, hogy megosztó téma, és biztosan szét tudná szedni egymást a két tábor, ha két táborra bontanánk a vitázókat ebben. Szerintem az nagyon fontos, amit említettél, hogy azért válasszuk azt külön, hogy egy pszichológus hibázik, vagy hogy egy pszichológus nem jó szakember. És ami most itt rögtön eszembe jutott, hogy amikor valaki megkérdezi tőlem azt, hogy mi alapján válaszom pszichológust, akkor egyrészt ugye mi az, ami elsőre általában eszünkbe jut, az ajánláson túl, az, hogy megnézzük, hogy milyen papírjai vannak, mit végzett el. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy lássuk, hogy mi a képesítése, hol vannak az ő kompetencia határai. Persze laikusként ezt nem biztos, hogy fogjuk tudni értelmezni. Ugyanakkor ami szerintem ezzel együtt az egyik legeslegfontosabb dolog, ha nem ezt tenném az első helyre, az a pszichológusnak az önismerete, tehát hogy ö, mióta jár önismeretbe, vagy milyen jellegű önismerete van. Ö, a másik az pedig az, hogy jár-e szupervízióba, tehát hogy van-e... Egy külső segítsége, hogyha mondjuk ö, elakad egy folyamatban, vagy, az a, vagy a szupervízora rá tud világítani arra esetleg, hogy neki hol van ö, elakadása esetleg azzal a problémával, amivel éppen találkozik a folyamatban, mert azért azt ne felejtsük el, hogy pszichológusként az elsődleges eszközünk az a személyiségünk, tehát mi a személyiségünkkel dolgozunk a folyamatban, és hogyha a pszichológusként a személyiségem ö, sérült, nagy mértékben sérült, akkor az nagyon nagy károkat fog okozni a kliensnél is. És hogyha nem ismerem fel érintettként, hogy személyiségzavarom van, akkor nem fog tudni arról gondolkodni, hogy milyen hatással leszek a klienseimre. Nem elrettenteni szeretnék senkit, vannak nagyon-nagyon jó, és sok nagyon jó szakember van a szakmánkban, is érdemes terápiába járni, és pszichológushoz járni, viszont biztos, hogy vannak olyanok, akik sérültek ebben a folyamatban, és fogalmuk sincs, hogy hova tegyék ezt az élményt egyáltalán, hogy jól értelmezték -e ezt az élményt, és akkor a kettő között van olyan, amikor hibázik a pszichológus, de nem jelenti azt, hogy egyébként ő minden helyzetben, vagy minden ülést rosszul csinált, mint ahogy minden kapcsolatban az anyánkkal, a párunkkal, ugye pszichológusunkkal is fogunk csalódni, vélhetően. Erről is írtam már ugye egyszer. Úgyhogy ezért nagyon fontosnak tartom, hogy beszéljünk róla, hogy bizony lehet rossz kezekbe kerülni. Szóval, mint mondtam, nem elretenteni szeretném az embereket, de ez egy olyan helyzet, amikor eljön hozzád valaki és segítséget kér, hogyha egyébként nem vagyok rendben a saját önértékelésemmel, és a narcizmusomra még semmilyen szinten nem néztem rá, akkor óhatatlanul táplálja az én narcizmusomat, hogy valaki tőlem akarja hallani a tutit. És ezt ki kell mondani, hogy olyan a szituáció alapfelállása, amiben, hogyha én nem vagyok stabil, akkor az, hogy elkezdenek idealizálni ebben a helyzetben, mert van egy olyan jelenség, hogy terápiás mézesetek, amikor nagyon jól halad a kliens, és nagyon idealizálja a pszichológusát, és ami még nem csalódik, az nagyon tudja táplálni a saját ö, problémáimat, úgyhogy egyfajta tömjénező hatása lesz, és ha semmi rálátásom nincs a saját önértékelési zavarom, akkor beleesetek abba, hogy én azt gondolom, hogy mindenkiről meg tudom fogalmazni a tutit, ö, mindenki helyett mondjuk jobban tudok gondolkozni. És hogy említetted a papírokat, ami nagyon fontos, hogy tartsuk magunkat a kompetencia határainkhoz, és fontos, hogy beszéljünk arról, hogy vannak valóban kuruzslók, akik úgy foglalkoznak kliensekkel, és olyan mélységű problémákkal, amihez nem értenek, és amit nem szabadna, vagy amihez tényleg nincs meg a a tudásuk, de hogy nagyon jól képzett pszichoterapeuták, klinikai szakpszichológusok is a saját önismeretük hiányában az egójuk által vezérelve tudnak nagyon nagy károkat okozni. Ez nem jelenti azt, hogy emiatt a kuruzslók problémája nem létezik, vagy hogy ez kisebbíteni azt a problémát. Csak hogy nem csak az a probléma, ha valakinek nincs megfelelő végzettsége, és nem csak az a gond, ha valaki a kompetencia határait nem érzékeni, hanem az is gond lehet, hogy minden-minden képzést megszerzek. Én vagyok a világon az egyik legjobban képzett szakember, és a legnívósabb helyeken ott vagyok, dolgoztam már, számon tartanak, de nem megyek el szupervízióba, mert már szégyellem, hogy vannak még szakmai kérdéseim, vagy nem megyek el terápiába, mert valamikor egyszer tíz éve megcsináltam a kötelező 150 órát, vagy 20 éve, és azóta nem foglalkoztam saját magammal, és ez is ugyanolyan káros tud lenni, mint a végzettség nélkül tevékenykedők. És hát ez is visszaköthető oda, hogy van, le meg lehet csinálni bármennyi papírt és képzés, de hogyha az emberi minőségben nem tudunk egészségesen emögé a folyamat mögé állni, és jól használni az eszközöket és jól segíteni a másiknak, és nincs mögötte egy integrált személyiség, akkor végső soron nincs az a képzés és tudás mennyiség, ami ezt kárpótolni tudja, illetve ezt ki tudja küszöbölni, vagy ellensúlyozni. pótolni, ellensúlyozni pontosan. Én azt látom, amúgy nem tudom, hogy nektek mi az élményetek erről, hogy mind a mellett, hogy nagyon fontosak a szakmai képesítések, és ez nagyon fontos, hogy a, főleg ugye a ahol ahol nagyon konkrét kompetenciák vannak, és nagyon konkrétan le van fektetve, hogy mihez. És nem elég konkrét. Lehet, hogy nem elég egy konkrét. Egyébként de... az, hogy alapszionterápiát kivégeztet, és mi tartozik abba bele, az lehetne jobban, definiálva, és de igen. Igen. ez már lehet, nem érdekli az, amikor. Igen, 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 tehát nem akarok ennyire. A, a lényeg az, hogy mondjuk más szakmákhoz képest szerintem jó, sokkal jobbak a határok még így is, hogy bőven lenne mit változtatni rajta. De hogy nektek mi a tapasztalatotok, hogy itt is azért nincs az a kompetencia, amit össze, fel lehetne halmozni, ami nem mondjuk az empátiát, a jó kapcsolódást, vagy a, vagy a megfelelő, hát most mondhatom azt, hogy kémiát, tehát, hogy szükség van arra, hogy emberileg is ott legyünk. Szóval szerintem, mi a megoszlás ez lenne a kérdésem, hogy mennyi kompetencia szükséges, és mennyi emberi tényező? Mi, mik az arányok? Persze nem pontosan szám szerint. Hát nem tudom, hogy ezt lehet-e így ö, arányok, arányokban kifejezni, az mindenképp nagyon problémás, hogyha az empátia hiányzik egy bármilyen jellegű kapcsolatból, hát nyilván egy terápiás kapcsolatból pedig jön. még inkább, de hogy az is problémás, hogyha elkezdtek foglalkozni egy bizonyos problémakörrel, ami, amire nincsen valódi rálátásom. És, és az, hogyha valakit mondjuk kuruzsónak hívunk, ott legalábbis az én szótáramban, ez azt jelenti, hogy azt mondom, hogy én ezt a problémát fogom tudni kezelni, miközben egyébként nem. Tehát valami olyat adok el, ami, amihez az eszköztáramban nincsenek eszközök. És ezt nem is tudom egyébként. Ezt és nem a legtöbb kuruzsló. Elhiszi magáról, hogy ő abban tud segíteni. Szerintem itt amúgy halmozottan igaz lesz erre az egész beszélgetésre. A, a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve mondás, nem? Tehát, hogy hmm. hogy egy abszolút nem rossz szándékot feltételezzünk, hanem azt, hogy, hogy ők tényleg elhiszik, hogy tudnak segíteni. Hát, és itt belép egy ilyen kiszolgáltatott helyzet, hogy a kliens oldalról, hogy Nyilván van egy problémám, akkor azt szeretném megoldani, ezért keresem fel azt a szakembert, aki azt mondja, hogy ő majd fog nekem tudni segíteni, én pedig megszavazom a bizalmat. És már ö, ö, ugye korábban pont itt szóba került köztünk az, hogy, ö, hogy mennyire egy paradox helyzet az, hogy egy terápiás folyamatot most leegyszerűsítve, de hogy azért keresek fel, hogy ott az egészséges felnőtt részem megerősödjön aki majd meg, fog, meg fogja védeni az én belső gyerekrészemet, és ö, tudok magamról gondoskodni, megfelelően gondoskodni. Viszont ezért keresem fel a szakembert. De hogyha a szakember, mondjuk egy rossz szakember, most persze ez így egy kisarkított megfogalmazás, ö, de mondjuk egy rossz szakember, akkor nekem pont az egészséges felnőtt részemre lenne szükség hogy ezt felismerjem, és ezt kommunikálni tudjam, vagy éppen odébáljak, és, a, és felkeresek egy másik szakembert. Tehát ilyen értelemben ez szerintem tényleg egy ne nehéz helyzet, hogy, hogy pont azzal a részemmel szeretnék dolgozni, akinek fel kellene ismernie azt, hogy ez a helyzet egyébként nem, nem oké. Okay. Ez az álláskeresésnek a paradoxon helyzete, nem? Hogyha ha tudnád, hogy miért nem vettek fel, akkor felvettek volna, és kicsit itt is ez van. ha tudnád, hogy mi az, ami ettől megóv, akkor nem kellene oda menned, de ugye mivel ez nincs meg, ezért nem tudod magad ezekben a helyzetekben megfelelően ö, megvédeni attól, hogy egy ilyen helyzetbe belesételj. Igen. És ez is egy nagy csapdahelyzet. Én azt gondolom, hogy nehéz lehet ebben az aláfelé rendeltségi viszonynak is tetsző kapcsolatban beismerni a fölé rendelt félnek, vagyis a pszichológusnak, hogy tévedett vagy hibázott. És amikor a kliens valahogy ezt visszajelzi, és tegyük fel, nem biztos, hogy magával az egóval van akkora probléma, de de nincs korábbi ismeretem arról, hogy hogyan is kezelhetném azt, hogy itt uh, én hibáztam, és tényleg mondjuk valamilyen fokú tételre tényleg szüksége lenne a kliensnek, és elkezdem bármilyen hitelesítés nélkül értelmezni azt, hogy ő miért így értelmezte az én viselkedésemet, mi az, ami ebből róla szól, és egy szó nem esik arról, hogy ezt nagyon jól mérte fel, én ezt tényleg elrontottam, és hogy uh, kapjon egy uh, hitelesítő visszajelzést arról, hogy Jól gondolkodik, átlát helyzeteket, tényleg nem ez volt a legszerencsésebb megfogalmazás, és ettől annyira nehéz ez az egész, hogyha eljön hozzám, és ilyen élményem nem ö, szakmai ö, szempontból volt, hanem egy, ö, ismerős, egy ö, ismerősömnek a történetét hallgattam végig, akiről történetesen... Ö, Könnyen megállapítható volt, hogy milyen személyiségzavara van, anélkül, hogy feltétlen bele akartam volna menni az ő diagnosztizálásába. És ötödik pszichológusát fogyasztja, mondjuk így, nem tudom pontosan. És előtte nagyon jól tudom, hogy a személyiségzavarában ö, ö, nem kompetens szakemberekhez fordult, akikhez adott esetben voltak, ez két évig is járt, és ö, depresszió diagnózissal futott személyiségzavar, meg konkrétan a, anélkül a személyiségzavar diagnózis nélkül nem változott semmi, és hajlamosak vagyunk szakemberként azt gondolni, hogy na, doktor shopping történt, ez a páciens már az ötödik pszichológusához jött, akkor biztos vele van a baj, hogy senkivel nem tud elégedetlenni, lenni, és mondjuk az ő történetéből konkrétan tudom, hogy noha vele is biztosan nehéz ezekben a helyzetekben, ő egyszer sem volt még a megfelelő szakembernél. Akármennyire próbálok abban segíteni, ha segítséget kér, hogy milyen lenne a megfelelő szakember, ez nem feltétlen csak azon múlik, hogy van-e róla mondjuk információja, hanem azon is, hogy elmegy ez a szakemberhez, és ott akkor ez jelzi -e, vagy nem jelzi. És akkor itt bejön ebbe az egész képbe, és akkor már tényleg tabukról beszélgetünk, hogy a pszichológus ego problémáin kívül az anyagi érdeke is ö, megjelenhet abban, hogy elvállal-e olyan klienst, akit nem kellene, vagy a kíváncsisága és az eset izgalmassága is belejátszhat abban, hogy elvállal olyan klienst, akinek az ellátásához nem ért. És ezt onnan is tudom nagyon pontosan, hogy amikor a klinikai szakpszichológus képzést elkezdtem, és elkezdett hozzám járni állami ellátásba egy olyan, kliens, aki számomra akkor a legérdekesebbnek tűnő tüneteket mutatta, tehát, hogy eleve beleesett a legkomolyabb érdeklődésembe, de első éves vagy másodéves voltam. És a szupervízorommal nagyon sokat beszélgettünk róla, de mondjuk ötülés erejéig. És akkor közölte velem a szupervízor, hogy akkor én őt most küldjem tovább, mert ezt nem fogom tudni ellátni. Tehát, hogy később majd egyszer lehet, hogy igen, de most még biztosan nem és emlékszem, hogy mennyire nehéz volt ezt megemésztenem a kíváncsiságom, meg az egóm miatt, de tovább küldtük, meg kerestünk neki megfelelő segítséget, viszont így is, hogy ott volt valaki, aki ezt szupervizionálta, és levezényelt, és elvárta tőlem, és volt egy fék, így is megéltem, hogy hát ez azért nem olyan egyszerű. Örülök neki, hogy nem dolgoztam még soha úgy egy percet se, hogy ne lett volna mindig Valamennyi szupervízió mögöttem. Igen, szerintem, vagy az én tapasztalatom is ez, hogy ö, egyrészt egyébként szerintem ebből ö, tanulunk a legtöbbet, a szupervíziókból. Ö, másrészt pedig, hogy mindannyiunknak megvannak a vakfoltjai. Tehát ugye, ugye itt jön be az, hogy persze ö, bármilyen szakemberek is vagyunk, ö, meg akár bármilyen területen is vagyunk, hibázni fogunk de hogy megvannak azok a vakfoltjaink, mi is az önismeretünkben nyilván folyamatosan haladunk, vannak dolgok, amikre nem látunk rá, és hogy kell az a külső személy, aki, aki nagyon profi az adott területen, és rámutat arra, hogy, hogy itt most mondjuk azt a klienst el kell nem elengedni, hanem tovább kellene küldeni, vagy, vagy konkrétan segít abban, segít abban, hogy a folyamatban merre érdemes haladni, ilyen értelemben fogja a kezünket. Ugye ez lehet egyéni, tehát hogy csak így a nézők át, hogyha nem tudják, hogy ez hogyan történik, tehát lehet egyéni szupervízió, és lehet csoportos szupervízió, ahol viszont több szakember is egyszerre rálát az adott esetre. És nagyon nehéz szakemberként vállalni a csoportos szupervíziót, bár hozzáteszem, én mindig inkább csoportosba jártam, és a saját egyéni terápiámban, ha volt szupervíziós kérdésem, amit nem feltétlenül vállaltam volna fel a csoport előtt, akkor bevittem oda. De a csoportos szupervízió nagy kitetség, hogy oda azokat az eseteket visszed el, amivel nem boldogulsz, és hallani fogják más szakemberek, hogy miben nem vagy jó, vagy hol van az elakadásod, és ez képet mutathatna szakmailag róla, hiszen hát le lehet ne vonni azt a következtetést, hogy ezekben nem vagy jó, de ha megdolgozottan ismerettel ülünk itt, akkor levony, vagy ott, akkor levonjuk a megfelelő következtetést, hogy az adott szakember a nehezebb helyzeteket mutatja itt be, és egyébként a többivel meg jól boldogul. Az a tanulási mennyiség, amit egy csoportos szupervízió ad, azt meg nem adja meg egy egyéni, hogy hallasz annyira sokféle helyzetet, amit az egyéni szupervízióban nem hallanál, és nem tudnál tanulni belőle, hogy legközelebb, hogy old meg. És nagyon sok helyzetben voltam már hálás azért, hogy amikor először találkoztam egy problémával a saját gyakorlati munkám során, akkor én azt már nagyon sokszor hallottam szupervízióban, hogy hogy kell megoldani. Viszont ez tényleg egy ö, sérülékenyebb helyzet a szakembernek, viszont érdemes ö, vállalni. Egy kicsit nekem úgy tűnik, hogy mindenütt ez a, az ego témaköre ugrik fel, ugye? Így van. Tehát, hogy nagyon, nagyon úgy tűnik, mert ugye a szupervízió, jaj, mi van, ha az egóm sérül, hogy majd megmutatom azt, hogy Úristen, én ehhez nem értek, vagy itt még nem ö, megfelelő a kompetencia szintem, holott az a baj, hogy más módja meg nincs a fejlődésnek. Tehát anélkül, hogy nem mutatjuk meg a sérülékenységünket, nem tudunk, nem, nem, tudunk fejlődni. Igen, a legtöbbet én azokból az esetekből tanultam, ahol elrontottam valamit, vagy nagyon nagy elakadás volt, mert nem feltétlenül rontasz el valamit, de nem mindig tudod elsőre, hogy mi lesz a megfelelő hozzáállás. És nagyon hálás vagyok. Főleg azoknak, egyébként mindegyik esetben hálás vagyok, de főleg akkor vagyok Elképesztő állás, ha mondjuk kimerik oda tenni elém személyesen, hogy mi nem volt oké, okay, és aztán maradnak, és esélyt adnak arra, hogy megoldjuk, és meg lehessen tapasztalni azt, hogy helyrehozhatók a kapcsolatok. És ez nagyon gyógyító tud lenni, meg nekem is gyógyító a saját egósírnémre nézze, hogy ki tudtam köszörülni ezt a hibát. Tehát szerintem ez egy nagyon kettős helyzet, hogy ugye sok ember azt hiszi, hogy az elvárás az egy ilyen helyzetben, hogy ő mutassa magát a minden tudó személynek. Pedig a valóság az azt mutatja a tapasztalatok, hogy a legnagyobb kötődések akkor történnek emberek között, és most lehet szó terápiáról, vagy nem terápia, amikor megmutatjuk a sérülékenység, sérülékeny oldalainkat is, vagy azokat az oldalunkat is, amikre még nem vagyunk feltétlenül annyira büszkék, és hogy mindig akkor történnek a legkomolyabb kapcsolódások, és a legnagyobb fejlődések, amikor ezeket az oldalainkat megmutatjuk, de másik oldalra meg teljesen természetes, hogy van egy ilyen belső, és adott esetben akár külső nyomás is, hogy meg akarunk felelni, vagy, vagy tökéletesnek, vagy minden tudónak akarjuk magunkat mutatni egy ilyen helyzetben. Szóval szerintem ez egy ilyen nagyon kettős helyzet tud lenni. És nagyon barátságot kell tudni kötni a szégyennel. Tehát, hogy sose felejtem el, legesleg nehezebb pillanat a szakmai életemben az az volt, amikor levelet kapott az akkori főnököm szó szerint idézetekkel tőlem, hogy én miket rontottam el a terápiában, és én is be voltam csatolva a levélbe. Szóval, hogy ez tényleg egy nagyon nehéz ö, szituáció, hogy egyáltalán van-e kapacitásod arra, hogy a saját szégyenérzeteddel kezdjél valamit. És nyilván onnan kiindulva, hogy az összes többi kliensem nem küldött panaszlevelet, és régebb óta jártak, és úgy tűnt, hogy változnak, megfejlődnek, és szeretnek járni, nem ez alapján, az egy levél alapján ítélt meg a főnököm, de én akkor megsemmisítve éreztem magam, és megnyílt a lábam alatt a talaj, és egyébként hozzátartozik az igazsághoz, hogy tényleg elrontottam azt az együlést, ami viszont túl korán történt meg, és azért nem tudott folytatódni a terápia. Azért nem ezt elmondani biztonsággal, mert ez egy külföldi kliens, és vélhetően nem fog minket hallgatni, de ennyiből úgysem felismerhető, csak hogy nem kibeszélni szeretném őt, de nem is szeretném kellemetlen helyzetbe hozni bármelyik semet a hallgatja, szóval olyan történteket meg nem fogok mesélni, amiből valaki magára ismer. A lényege ennek a történetnek az az, hogy valahogy ezt nekem ki kellett bírni, és hogyha nem lett volna mondjuk akkor, nem tudom, hét éven ismeret a hátam mögött, akkor nem biztos, hogy úgy éltem volna meg, hogy túlélhető, Nekem most az jutott eszembe, amikor így a, a szégyen kapcsán, amikor először éreztem hát tudtam, hogy valamit ott elrontottam, és, és akkor behoztam az ülésre, és, és, először éreztem, ahogy így elvörösödök, vagy elpirulok, és ugye az egy olyan dolog, amit nem, nem, nem tudok eltakarni, tehát hogy azt látja a velem szemben ülő kliens, hogy, hogy, valami ott azért nagyon történik bennem, és aztán, amikor mentem megint a szupervízióra, akkor, akkor mondtam a szupervízoromnak, hogy Úristen, annyira szörnyű volt, hogy én mennyire elpirultam ott, és hogy mennyire látható volt rajtam az, hogy, hogy ez nagyon diszkomfortos most ez a helyzet. És akkor ezt átbeszéltük, meg így megnyugtatott, hogy azért ez normális, és akkor azóta azt is el tudom viselni, hogyha elpirulok. Tehát hogy nyilván ez egy emberi reakció, és hogy, hogy, hogy szerintem a hitelesség az egy rendkívül fontos dolog. Hogy láthatja akár azt is a kliens, hogy mi is emberek vagyunk, Ö, és, és vannak reakcióink, vannak ö, akár számunkra is nehéz vagy kényelmetlen helyzetek, és hogy erről lehessen beszélni. Viszont az is nagyon fontos, amit említettél, Évi, ott azzal a példáddal, tehát ott a, hogy az elején történt a hibázás. Nagyon, nem mindegy hogy, mikor. Hogy nagyon mm -hmm. nem mindegy, hogy Nagyon nem mindegy, nagyon-nagyon nem mindegy, hogy mikor történik, mert ugye az elején ott van ez az idealizálás, amikor tökéletesnek látjuk, meg szeretnénk látni, a szakembert, a kapcsolat viszont még nem erősödött meg, de, de. még nincs, nincsen kiépült, igen. És ilyenkor a kliens képület. részéről lehet egy ilyen keresem a kákán és a csomót effektus, hogy hol tudok belekötni ebbe az ideális képbe, hogy bebizonyítsam, hogy na ugye ő se, jó, szerintetek van? Hát ilyen? az már a személyiségéről Aha. szól. De Aha. persze. Van ilyen nálam van. is, igen, ez. Vizsgáztatás. A... <laughs> Vaj, jaj, igen, uh -huh. igen, nehéz, helyzetek Harmadik elé tudnak igen. Állítani, Tehát... Harmadik alkalommal, amikor még csak felmérés történik, és akkor ez, ez egy típus mondat egy bizonyos típusú klienstől, tehát hogy nem egy konkrét esetben hallottam ezt, hogy. Hát én még semmi újat nem tudtam meg magamról, mióta idejárok. És akkor tudod, hogy jó, akkor itt vannak bizonyos dolgok, amikre nagyon uh -huh. kell figyelni. És valóban nagy kitettség ez abból a szempontból, hogy bírni kell a, a kritikát is. Nagyon is. Viszont szerintem ez egy, hogy mondjam, be, de értem a mechanikáját, természetesen az emberi mechanikáját, hogy miért ö, olyan nehéz ez. Minden meg érdemes azt is, végig gondolni, hogy ha nem kapunk kritikát, akkor hogy szeretnénk fejlődni. Tehát, hogy nincs más opció, nem? Végső soron ez így van. nem tudunk más tenni. Tehát nagyon akár fontos. mennyire is rosszul esik, sajnos nincs más opció, mint hogy néha valaki odajön és azt mondja, hogy ez most nem volt jó. Igen. Ez most nagyon nem működött. Ez nem tetszett nekem. Amit persze nem kell rögtön úgy megélni, hogy akkor kész, én vagyok most a világ legrosszabb szakembere, hanem azt kell mondani, hogy rendben mit tudok tenni, hogy legközelebb ez ne forduljon elő, hogy jobban tudjak segíteni. És a segítség lehet az is, hogy oké, okay, ha legközelebb ilyen van, akkor előbb fogom referálni azt a valakit a megfelelő szakemberhez. Igen, miközben egyébként a, tényleg az is előfordult, hogy mondjuk a kritika igazságtalan, túl intenzív, vagy olyan formában születik meg, amit nagyon nehéz megemészteni és ez viszont nem jelenti azt, hogy lesöpörhető az asztalról. Tehát bármennyire nehéz megemészteni a valóság tartalmát, szerintem akkor is ki kell ásni, és tanulni kell Igen. belőle, mint ahogy én is mondjuk tettem azzal a levéllel, amit akkor tapasztaltam. És például az ő szemszögéből vizsgálva én egy borzalmas szakember lehetek. Tehát, hogy ő, ha ezután valahol is meghallotta volna a nevemet, bár ez nem valószínű, mert nem hiszem, hogy ő olyan körökben mozgott, ahol még én szóba kerültem volna, ő valószínűleg mondta volna, hogy na hát hozzá nem menjetek, ez egy nagyon rossz szakember. És hogy, hogy ilyenbe eshetnek bele sajnos kliensek, hogy mondjuk most csak mondok valamit, tízből ből 9 esetben ö, ilyennek nélkül megy végig, vagy kisebb ö, tévesztésekkel megy végig egy folyamat, és a tizedik meg mondjuk sajnos nem, vagy tényleg rosszul sül el, vagy túl hamar történik egy ilyen. Ö, Hibázás, mert nem biztos, hogy maga a hibázás olyan nagy, hanem tényleg nem mindegy, hogy az elején történik a folyamatnak, vagy egy nagyon megalapozott kapcsolatba ágyazottan történik meg. És kerinkhetnek ilyen vélemények szakemberekről ma a világban, hogy az én tapasztalatom alapján ő rossz szakember, és szerintem itt érdemes különbséget tenni, hogy a sérelmem, ami velem történt, annak a megítélése, hogy az rossz volt, vagy nem szabadott volna megtörténnie, az valid az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy az az adott szakember minden esetben vagy mindenkivel úgy viselkedik. Ez az egyik fájdalmas nehézség ebben. A másik meg az, amit szakember oldalról nehéz megemészteni, hogy tényleg nem mindenki ért ehhez a szakmához annyira, mint amennyi papírja van róla. Tehát, hogy, hogy vannak esetek, amikor ez a megállapítás meg tényleg igaz. Itt a lényeg, amit enyhülésként akarok mondani a hallgatóknak, hogy a sérelmemnek a, az élménye az hitelesíthető, tehát valószínűleg ott tényleg történt valami, aminek másképp kellett volna történnie. Hát még legalábbis tényleg nagyon fontos, hogy megvizsgáljuk a terápiás térben, hogy mi az, ami történt. Tehát, hogy kliens oldalról, ha valamilyen sérelem ér, akkor ezt tényleg oda tudjam vinni konkrétan a, a pszichológusomnak, ne pedig mondjuk a barátaimmal beszéljem meg első körben, Ö, és akkor nézzük meg, hogy elkezdjük-e feltárni azt az adott dolgot, tehát hogy validálja-e az én terapeutám, hogy én, én érezhetem azt, amit, és akkor megnézzük mélyebben, hogy ott akkor mi történt, honnan táplálkozik az a sérelem, terapeutaként felvállalom azt, amit én mondjuk tényleg hibáztam, ö, elgondolkodok rajta, megvizsgálom magamba, szupervízióba viszem. Csak ugye azt is szerintem fontos megemlíteni, hogy a mi hivatásunknál az egy érdekesség, mondjuk így, hogy nekünk nem az a feladatunk, hogy a kliensnek ő, megteremtsük a komfortját. Hát nem. Tehát hát, abban nem lesz igazán a, a, fejlődés. Igen, mert akkor pont a, a patológiáját fogjuk cirolgatni és megerősíteni, abból nem lesz fejlődés. Tehát, hogy a mi ö, munkánk során elkerülhetetlen, hogy feszültségek keletkeznek a kapcsolatban amivel dolgozni tudunk, tehát pont ez a lényeg. Ö, és, és ezért így ez, ez nagyon árnyalja és színezi, hogy itt akkor ö, ki, kiben mi történik, az a dinamika, ami létrejön a kapcsolatban, az honnan táplálkozik, hogy hozzuk létre, és ennek a vizsgálata ö, és az érzéseknek a validálása az, ami a fejlődést szolgálni tudja, és a személyiség érésének. A, a lehetőségét megadja. Tehát, szóval, hogy az időzítésnek hatalmas jelentősége van ebben, mert nem biztos, hogy a visszajelzés valóság alapja nem stimmel, vagy a visszajelzés nagyon durva volt, amit a pszichológus adott, de ha nem a megfelelő állapotban állom, amiben be tudom ezt fogadni, akkor nagyon-nagyon rosszul tud esni. Ezzel együtt azt kell, hogy mondjam, hogy Ja, attól még a pszichológus lehet, hogy rosszul mérte fel, hogy én ezt el fogom-e bírni, és mondjuk, ha más nem, ez volt a hiba. Ugyanezt szerettem volna mondani, és szerintem ö, terapeutaként is, akár vagy bármilyen segítőként az egyik legnehezebben megfogható, ugyanakkor legfontosabb készségek egyike az, hogy tud jól csepegtetni a, a folyamatot, tud, tud jókor, jó módon átadni, jól keretezni jól megfogalmazni úgy, hogy az akkor valóban segítsen. És ugye ez, amiről, amit már korábban is mondtam, hogy ne olyan legyen, ami szerintem segít, hanem olyan, ami valójában segít annak az embernek abban a pillanatban. És hogy ezt például látom nem csak a terápiában, hanem ugye más segítő szakmán vagy, vagy oktatásban is, hogy, hogy az egyik legnehezebben megfogható és legfontosabb készségek egyik ez, hogy tudjak jól időzíteni, jól adagolni. Ennek viszont előfeltétele az összehangolódásra való képesség, ami éret egészséges ö, személyiség nélkül nem tud létrejönni. Tehát megint ott vagyunk, hogy ö, a szakembernek az önismerete, a személyiségének az érettsége hol jár, mert egy töredezett személyiséggel, vagy egy személyiségzavarral, ezt nem fogja tudni megteremteni. Az összehangolódáson kívül viszont ö, egy Teljesen egyértelmű ténykérdés, hogy megvan-e a szaktudásom ahhoz, hogy felmérjem a kliensnek, a személyiségének a színvonalát, mert ezt nem tanítják az öt év alatt. És ezért a, az alap egyetemi végzettséggel, amit öt év után, a mesterképzés után kapunk, nem biztos, hogy képesek leszünk arra, hogy felmérjük, hogy a kliensünknek van-e személyiségzavara vagy nincs, viszont ez alapjaiban határozza meg, hogy milyen hamar kezdek neki visszajelezni, és mennyire gyorsan terhelhetem őt, és ezekben az esetekben történik meg az, hogy túl hamar kap visszajelzést a kliens. Tehát, hogy nagyon érzékeny művészete van ennek, és szeretném zárójelben is megjegyezni, meg nem zárójelben is, hogy ez nem jelenti azt, hogy mi most itt beszélgetünk hárman erről a kettő pszichológus, hogy mi fantasztikusak vagyunk, és sose rontjuk el, baromira nem erről van szó, de jó, ha erről a hallgatók hallanak, hogy nagyon érzékeny művészete van annak, vagy nehezen kivitelezhető művészete van annak, hogy együtt is érezzünk a klienssel, és elfogadjuk őt úgy, ahogy van, és konfrontáljuk is azzal, hogy miben kell változnia. És ennek az arányát az határozza meg, hogy a páciens személyiségének a színvonala éppen hol tart. És lehet, hogy egy súlyos narcisztikus személyiségzavarban szenvedő személy az első hónapokban csak együttérzést fog kapni, és a hozzátartozónak otthon borsódzik a háta a hülye pszichológustól, hogy mikor fogja már végre szembesíteni azzal, hogy kedve, hogy idő előtt szembesítés esetén kiesik a terápiából a kliens. Én nagyon kíváncsi lennék a véleményetekre, vagy a tapasztalataitokra azon a területen, hogy mennyire jellemző az, hogy valaki azért választja ezt a pályát, mert mondjuk saját élménye van, amit, meg, amit szeretne megfejlődni. Száz százalék. jó. Igen, okay. én is ilyesmit Akkor ezt volna. rövidre zártuk ezt a kérdést szerintem, és hogy elképzelte az, hogy mivel ezt van, aki nem tudja meglépni, emiatt válik egy ö, mondjuk nem szeretem nagyon, de mondjuk így rossz pszichológus. Hogy sem. fogalmaznád meg a rossz helyet? Nagyon nehéz. Jó, jó szándékkal, jó szándékkal ártó de nem vagyok benne biztos, hogy ez jó szándék mindig. Nem, igen, ez a igen, tehát, hogy igen, egy, nem itt me biztos, megint csak hogy... ez van, hogy a pokolba vezető út is jó szándéka, akik kövezve a csak jó szándék... nem szándé... biztos, hogy jó szándékra van szó. Nekem igen. már a, a kéretlen tanácsok igen. esetében is, amikor nagyon durva a határátlépés, az a megélésem, hogy én jó szándék mögé bújok, de arról van szó, hogy szeretném a fontosságomat kihangsúlyozni. manipulációról, egóról, igen, ez ez igaz. De akkor mondjuk így, hogy előfordulhat, hogy azért vannak Rossz pszichológusok, mert nem képesek ezeket a saját dolgok, dolgaikat meglépni, ami miatt eleve ezt a pályát választották, hogy ennek van köze a kettőnek egymáshoz? Nem biztos, hogy a kérdésedre pontosan fogok válaszolni, de ami nekem eszembe jutott, hogy a, a pszichológusi pozíció egy nagyon biztonságos hely lehet. Uh -huh, uh -huh. Tehát, hogy hogy ott. Innek Én nem... ott még nem jártam, a, <laughs> <laughs> pont, pont, pont amikről ö, beszéltünk eddig, hogy ö, ugye eleve a pszichológus magából nem oszt meg. Ja, értem. Ö, tehát mindent át tud tolni akár Igen. a kliensre, hogyha alá nincs aláfelé fel -re, És viszony. akkor bejöhet egy ha. aláfelé rendeltségi viszony. Nekem most a dráma háromszög jutott eszembe, ez a tettes áldozat megmentő. Mind a három szerep egy agresszív szerep és hogyha a megmentő szerepébe helyezkedik a pszichológus, akkor a mögött valójában agresszió van hogy már pedig én meg fogom tudni neked mondani, hogy neked mit kellene csinálnod, mondom ezt mondjuk az áldozatszerepben lévőnek, és, és addig, amíg ő azt csinálja, addig én nagyon jól érzem magam, hiszen meg fogom kapni azt a visszajelzést, hogy én milyen nagyon jó vagyok, amikor viszont onnan kibillen, bármi miatt is a, a, a paciens, akkor feljöhet bennem a dű, hogy hát ő, milyen rosszul csinálja, őt kezdem el hibáztatni, tehát én megint Önnyű egy igen, én mm -hmm. megint egy ilyen biztonságos zónában tartom magam, letolva magamról a felelősséget, és szerintem ezt. Ő, nagyon fontos egyrészt újra és újra megvizsgálni magunkban, hogy egy adott folyamatban mennyire állunk bele a megmentő szerepébe, ami nagyon csábító tud egyébként lenni, a szupervízióban ugyanezt megvizsgálni, illetve megdolgozni magamban azt, hogy hogy ebből a szerepből ki tudjak lépni, rá tudjak látni, ennek a csábításnak ne engedjek, hanem az egyenrangú, empatikus, partnerségi viszony tudjon beállni magában a terápiás folyamatban. Nekem az a benyomásom, hogyha, hogy sok rossz Pszichológus van. Na, viszont itt az lenne, aki, aki, vagy az merül fel ilyenkor bennem, hogy ez vajon azért gondolom így, mert arról a minimális rossz szakemberről túlnyomóan többet fogok hallani, hiszen Biztos a rémtörténetek mm -hmm. terjednek el, vagy valóban ők vannak túlnyomó többségben. Járva kellve a szakmai közösségben, magánemberként is találkozunk egymással olykor, és nagyjából meg lehet uh, tudni, uh, akkor is, ha nem feltétlen célod erről információkat szerezni, hogy a másik jár-e önismeredbe, vagy nem, milyen régóta jár, vagy uh, milyen régóta halogatja ezt, tervezi-e egyáltalán, vagy nem, és uh, a saját mintavételem, ami nyilván torz, mert nem találkoztam az összes pszichológussal, nem reprezentatív a felmérésem, mint hogy a tiéd se lesz soha, az a történetek sokasága miatt, mint hogy a klinikus is téved, amikor azt gondolja, hogy nagyon rossz állapotban vannak a magyar családok, mert hozzá az jön el, aki nagyon szenved a családjában, és a többiek, akik nem szenvednek, nem jönnek el, tehát torz, úgyhogy nem fogok tudni én sem meg egyikünk sem arányokat mondani, hogy mi az igazság, de azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem rosszul állunk szakmai körökben az önismerettel. Szerintem is egyébként, most én abból indulok ki, hogy mi, ami, mi az, ami kötelező. Hát ha már csak óra, ebből indulunk, az, ki? az nagyon sovány. <gül> <gül> Tehát mondok egy példát. Én hét évig jártam az egyetemre, ahhoz, hogy eljussak arra a szintre, ahol most vagyok, így papírban legalábbis. Én ezt végig tudtam volna úgy csinálni, hogy egyetlen egy önismereti órám se kellett volna, hogy legyen. Most ebben nem számítottam bele a módszer specifikus képzéseket, mert ott ugye van valamennyi kötelező óraszám, de pusztán az egyetemi képzést, azt végig lehet úgy csinálni, tehát bárki lehet pszichológus, úgy, hogy nincsen önismerete. Egyetlen egy óra -e. És aztán szexuálpszichológus is. Igen, igen. Vagy nem tudom a munkapszichológusok között, vagy az, abban De a képzésben ott van-e. Azt tudom, hogy a tanácsadó szakpszichológusoknak kötelező a 150 óra, családterápiás képzésen, pszichodráma képzésen kötelező a 150 óra, klinikai szakképzésen kötelező a 150 óra. 150 óra az nagyjából másfél évnyi csoportos képzés, havi egy. 10 órás nappal. Azt gondolom, hogy ez a 150 óra arra elég, hogy megállapítsuk, hogy körülbelül még hány 150 órát szeretnénk venni, hogy valóban végigjárjuk. És ez nem azért van, mert egy-egy pszichológus borzasztó patológia, és mindannyiunknak, szerintem a világon az összes embernek jól jönne, vagy három pszichodráma csoport, és lenne még mit felfedezni azután is magába, vagy rétegeket átrágni. De ha én elmegyek a klinikai szakpszichológus képzésbe, majd utána mondjuk családterápiás képzésbe, a másodikon nem várják el, hogy újabb 150 órát hozzál, hanem az előzőben letett 150 óra elegendő. Magyarul elképzelhető, hogy én egész életemben másfél évet járok önismeretbe, és aztán soha többet, és meghallhatok úgy szakemberként, hogy 150 órányi időben néztem rá magamra, sőt, abban a 150 órában nem köteleznek téged arra, hogy te tényleg játszál a pszichodrámán, Mások előtt a problémáiddal. Egyébként lehet más csoportokba is menni, nem csak pszichodráma csoportba, csak én mondjuk azt preferálom, és könnyen meg lehet úszni a 150 órát úgy, hogy főszereplő legyél egy ö, ö, számodra nagy problémát jelentő témájú játékban. Úgy is lehet magamról tanulni, nyilván, de egészen más belülről megtapasztalni főszereplőként egy ilyen játékban azt, hogy hogy is vagyok én a saját problémáimmal. Tehát eleve már öt nagy téma van, amire a pszichodráma rámegy. Anya probléma, apa probléma, szex probléma, agresszió probléma és Istennel való kapcsolat vagy spiritualitás. Ez mind-mind egy nagy téma, és garantálom nektek, hogy az anyánkkal, meg az apánkkal nem egy játékra lenne szükség, hogy végig menjünk az összes dolgon. Tehát, hogy minimum öt játék, az összes témával legalább egyszer akarsz játszani, és inkább sokkal-sokkal több. Én most jöttem rá, hogy erről beszéltünk, hogy én tulajdonképpen ezt csinálom, szupervíziót csinálok a, a tanáraimmal is, meg őket is elküldtem önismeretre, ugyanis nálunk mindenkinek kötelező egy másik nyelvnek a tanulása. Pusztán azzal az egyszerű célral, és erre akarok átkötni, hogy Üljenek a másik oldalon is, tudják, hogy milyen érzés ott ül, mert szerintem mind a mellett, hogy kapsz önismeretet, ami a legfontosabb, de egy, egy ilyen meta szinten, vagy egy ilyen másodlagos szinten pedig az is fontos, hogy é nagyjából minél jobban el tud képzelni, hogy amikor valaki ott ül veled szemben, akkor hogyan érzi magát, mennyire diszkomfortos ezekről a dolgokról beszélni mennyire rossz, amikor pontosan tudom, hogy ezt nem jól csinálom, de ott ül valaki velem szemben, aki provo provokál, persze most nem úgy értsétek, hogy provokálj belémköt, hanem ugye pozitív értelemben provokál annak érdekében, hogy változni tudjak. És hogy, hogy szerintem ennek ez is egy ilyen másodlagos szendéka, nem, hogy, hogy érezd azt, vagy minél jobban át tud érezni, hogy hogy érzi magát az, aki ott ül veled szemben abban az adott pillanatban. Én a magam részéről ezzel teljesen egyetértek, és mondjuk ö, a saját életemben nagyon fontosnak tartom, hogy újra és újra beüljek arra az oldalra, ahol a, ahol a klienseim ülnek, hogy ne felejtsem el azt, hogy milyen ott lenni. Igen. Én meg azt hiszem, hogy nem lesz olyan az életemben, amíg pszichológusként akarok dolgozni, hogy ne járjak önismeretbe. De, hogy ez így a józan eszemnek nagyon kell. Hogy, hogy, nagyon, hogy folyamatosan ránézzek a saját dolgaimra is, és ne torzítsa az adott időszakbeli munkámat, az, hogy nekem mi viszi el mondjuk a fókuszt a, 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 munkáról, és hogy képes legyek arra, hogy fókuszálják a munkámra, mert mondjuk a saját dolgaimat rendezem, vagy foglalkozok vele, meg nagyon-nagyon sok rétegben lehet fejlődni. Tehát amikor már háromszor játszol az anyukáddal kapcsolatos problémákkal, és jön egy kliens, és csupa olyan dolgot mond, hogy egy-egyére is felelevenedik benned, hogy na hát ez neked valami nagyon hasonló volt. Akkor lehet, hogy azt rágod egy darabig, és rájössz, hogy hm, ezzel lenne még egy játékom. Igazából szerintem ez egy soha véget nem érő folyamat. De egyébként én nagyon figyelem azt, nem tudom, valit, hogy vagy vele, hogy nekem mi segített a saját segítőim viselkedéséből, meg mondataiból, és azokat én tovább szoktam adni. És nekem a legnagyobb fordulatok közül az egyik, az az volt, amikor észrevettem a saját terapeutámon, hogy valami baja van. És, és feketéve is volt. És nem vagyok egy ilyen túlgondoskodó típus, szóval elsőre nem kérdeztem rá, de megfigyeltem, hogy megállapítottam, hogy fú, mintha itt valami nem stimmel, hogy lehet, hogy meghalt valaki. Következő alkalommal megint sötét ruhában volt, én akkor ezt szintén feketének láttam, egyébként ez már online zajlott. Megint olyan volt az arc kifejezése, vagy nem tudom, karikás volt a szemfogalma, sincs, hogy mintha valami baj lenne, és valamiért én ezt nem álltam meg akkor, hogy ne kérdezzek rá a végén, hogy valami nem mintha rám tartozott volna, csak így érzed a késztetést, és úgy éreztem, hogy beszeretném vinni, és milyen jól tettem, rákérdeztem, hogy történt-e valami, vagy van-e valami baj, és akkor mondta a pszichológus, hogy nem, nem, semmi, és uh, vagyunk olyan kapcsolatban, tudom, hogy elmondta volna, ha lett volna valami, tehát, hogy nem, hisz, tehát nem gondoltam, hogy letagadja. És jött egy héttel később, és közölte volna, hogy szeretné elmondani, hogy ő végig gondolta, hogy mit láthattam rajta, és már váó, wow, már ez, hogy ő energiát fektetett abba, hogy ezen ő gondolkozzon, és magától döntött úgy, hogy visszahozza ezt a közös terünkbe, és elmondja, hogy tényleg nem volt jól, és jól vettem észre. És ennek a hitelesítő mm -hmm. élmény, hogy basszus, én nem képzelődök. Mm -hmm, mm -hmm, hanem igen. így valaki elmondja, hogy jól látod. Mm -hmm. És ez annyira apróság. Így értitek szó, szóval, hogy nem ez volt a legnagyobb problémám a terápiáim során, hogy észrevettem, tehát, hogy sokkal fájdalmasabb ülések <laughs> meg témák szoktak. Ez egy semiségnek tűnt. És az egyik leggyógyítóbb élményem volt. Szerintem az érzések validálása az mindig az. Ja, igen, ide akartam kifuttatni, hogy ez annyira nagy élmény volt nekem, hogy nagyon-nagyon nagy hangsúlyt. Na most ezt jól kihangsúlyoztam, szóval hogy <laughs> nagy hangsúlyt fektetek azóta erre, hogy ezt én is meg tudjam fokozottan adni, vagy ö, egész más élményeim is vannak, tehát nem fogom az összeset felsorolni, csak hogy ez vitt oda, hogy erre fektessem az elsődleges hangsúlyt az üléseken, mert rájöttem, hogy lehet, hogy még. Előrébb tartanék ebben a folyamatban, ha ez még tíz éve történt volna. Mm. Tehát ez szerintem ennek nagy jelentősége volt. Egy picit visszacsatolnék oda ahogy említettem ezt a dráma háromszöget, és uh, így automatikusan mondtam, hogy ez, hogy ez három agresszív uh, pozíció a tettes az áldozat, és a megmentő szerepe, és uh, úgy gondolom, hogy ezt érdemes egy picit tisztázni, hogy nehogy félreértsék, uh, azok, a, uh, azok az áldozatok, uh, akik tényleg valami súlyos traumát mondjuk elszenvedtek, hogy esetleg itt egy áldozat hibáztatásról lenne szó, szóval meg egyáltalán, hogy tisztább legyen a kép. A tettes, ugye, az egy szerintem azt értjük a leginkább, hogy miért... Agresszív, hiszen nyílt agresszióval él, valamit, ö, valami olyat tesz, ami bántja a másikat. Viszont az áldozat is az áldozat szerepe is egy agresszív szerep lehet, hogyha például a passzív agresszióra gondolunk. Itt ugye mondtatok a szünetben ilyen tök jó példákat, hogy hogy ö, hogyan jelenik ez meg, hogy jó, hát ö, én ezen most igazából nem sértöttem, meg lépjünk túl rajta. Minek ö, kell erről ennyit beszélni? Adjuk már. Igen, hagyjuk már, neked is. Nekem már meg... úgy úgyis mindegy, ilyen típusú, igen. igen nagyon vagy... kellemes mondatok ezek. Vagy, vagy hát. amit a legjobb időzítéskor mondtam, amikor vizet kaptál, hogy életem végén ki fog nekem egy pohár vizet hozni, ez eléggé áldozatszerebből halad. Igen, igen, igen de ugyanakkor nagyon agresszív. Igen. Nagyon, tehát igen, a passzív agressziónak így a megnyilvánulási formája, és a megmentő szerep talán az érthető ő volt, de azért szívesen elmondom, hogy hogy azt ő, kommunikálom, hogy segíteni szeretnék, de ebben mégis van egy ilyen felsőbbrendűség, hogy én tudom, te pedig nem. És majd én elmondom, megmutatom. És amíg működik ez a kör, hogy te azt csinálod, amit én mondok, tehát azért végül is kontrollállak, addig elégedett vagyok, és addig így a kedvesség Ö, álcája mögé bújva, úgy tűnik, mint hogyha én tényleg a segítőd lennék, viszont amikor te el akarsz tőlem távolodni, ö, például keresel egy új Partnert, vagy egy új szakembert, vagy megkérdőjelezel engem, akkor iszonyatosan dühössé válok, és rát fogom tolni ezt az egészet, hogy, hogy te ezt rosszul gondolod, vagy hogy képzeled. Tehát így gondolom a három pozíciónak az agresszió tartalmát, és egyébként mindegyik pozíciónak megvan a, a, a pozitív ö, ö, vetülete, mármint arra gondolok, hogy ki lehet lépni ezekből a pozíciókból, és át lehet lépni az egészséges kapcsolódási módokba, és akkor ezeknek is megvan így a mondjuk, hogy archetípusa. Erről eszembe jutott egy sztori, és igazából ez is egy típus történet, és ezek a szerepek jól megfigyeltük benne, amikor a hozzátartozó folyamatosan rágja az alkoholfüggő vagy bármilyen függő fülét, hogy le kellene szokni, és aztán amikor még elmegy önsegítő csoportba, mert még nem feltétlenül csak terápiában lehet kezelni, és mondjuk a, az alkohol problémákat az A-ban is nagyon jól meg lehet célozni, és hatékony módja, meg a Minnesota modell is nagyon hatékony módja a kezelésnek. Meg lehet figyelni, hogy a hozzátartozók a határaikat kijelölő új viselkedésmódokat mutató, korábbi, passzív, irányítható is, tehát már annyira nem szeretik. És elkezdik visszajelzni. Mióta oda jár, sokkal hülyébb vagy. Még Megváltoztál, igen. és ezek a... Igen. Még ide Mond, annyi, hogy, hogy, a leválási krízises, vagy leválási problémás klienseknél is olyan gyakran van, hogy a szülők elkezdik, elkezdek engem utálni, hogy a terápia hatására megindult egy leválási folyamat, és, és nagyon agresszíven kérdezik. És én ezt az elején már elszoktam mondani, hogy ne lepődjön meg, a kliens, ha hall olyan mondatokat, hogy, és Éva, mit mond erre? Mert hogy egyre kevésbé lesz örömteli, hogy a gyerek elkezd terápiába járni. Elkezd máshogy viselkedni, igen. Én, én nagyon sok mindenen, amit mondtatok, így belül mosolyogtam, és nem azért, mert a rossz szakemberek a perverzium, hanem azért, mert rengeteg, nem, nem meglepő módon, hanem nagyon sok párhuzamot fedeztem fel a azokban a mintákban, amiket ti megjelöltetek a rossz pszichológusok kapcsán, tehát azok a vonások, vagy, vagy, vagy ahogyan hozzáállnak akár a terápiához, és a között, ami mondjuk a, adott esetben egy coaching során előfordulhat, vagy adott esetben egy nyelvtanulás során előfordul, Amilyen visszajelzéseket hallottam uh, tanulóktól, azok teljesen egybevágtak azzal, amiket ti elmondtatok a rossz uh, pszichológusokról. Tehát az, hogy fogalmuk nincs például a hideg-meleg empátia szakadékról, nem tudom, hogy erről ti biztos tudjátok, hogy ez micsoda. csinál? Ez ugye az a helyzet, nagyon egyszerű példán kereszt, amikor mondjuk hideg van, és itt, Tél, tél van, és el akartok menni mondjuk nyaralni egy nagyon meleg helyre. Megpróbáljátok elképzelni, hogy milyen meleg lesz ott, és ahhoz hogyan kell bepakolnom, mennyire rövid ruhákat, vagy mennyire meleg ruhákat pakoljak be. Jól bepakoltok, hosszú újú, meg minden megérkeztek, 40 fok van, és írjátok, hogy úristen, a ruháimnak a felére szükség nincs. Ugye ez, a, ez, ez egy nagyon egyszerű történt, ami jellemzi ezt az effektust. Tehát, hogy egy adott állapotban nem tudjuk magunkat vagy nagyon nehezen tudjuk magunkat egy másik állapotba, másik állapotába belehelyezni, sőt akár egy saját magunknak egy korábbi állapotát is nagyon nehezen tudunk pontosan felidézni. És hogy szerintem ez egy nagyon ö Fontos dolog, amivel tisztában kell lennünk, mert hogyha ezt gyakoroljuk, például az, ön, az önismereten keresztül, akkor, amit az előbb is említettem, hogy tudjuk, hogy milyen érzés a másik oldalon ülni, könnyebben fel tudjuk idézni, jobban tudunk segíteni, jobban tudunk időzíteni. Egy másik mint amit felfedeztem, az volt, hogy ö, túlságosan a kliensre hagyatkoznak, és ugye ez múltkor is felmerült a narcizmus kapcsán, ugye, hogy mennyire csak azt veszük figyelembe, amit a, a velünk szemben ülő fél mond, és még volt egy az, hogy hogy túlságosan a kliensnek a kedvére akarnak tenni, tehát, hogy nem mernek, nem mernek konfrontálódni. és hogy, Ó, ez is nehéz. Igen, igen. Uh -huh. Tehát, hogy én például nekem, a, én a tanáraimnak mindig azt szoktam mondani, hogy fontos, hogy szeresse az órákat, de ne hajt, hogy ez a fejlődésének a rovására menjen. Tehát, ahol kell, ott meg kell mondani, hogy ez nem megy, hogy Persze nem így, hanem megfelelő módon tálalva, de hogyha túl kedvesek vagyunk, akkor megfosztjuk a fejlődés lehetőségétől a másikat, aki szemben ül velünk, és csak arra szerettem volna így reflektálni, hogy nagyon ö, megmosolyogtatott az, hogy mennyi párhuzam van a kettő dolog között, a, a rossz pszichológus, vagy akár egy rossz nyelvtanár, vagy egy rossz tanár között. Saját vak voltam egyébként ez a túl kedves pszichológus jelenség, hogy így mondjam. Nem tartom magam úgy egy túl kedves embernek, tehát hogy azt gondolom, hogy ez nem. A, mármint, hogy túl kedvesnek nem tartom magam. De tényleg volt bajom azzal, hogy vegyem a bátorságot a konfrontálásra, mert érzékeltem, hogy igyekszem elkerülni az abból eredő leértékelést amesetleg a ezután mondjuk megszületik felém, vagy nagyon nehéz megemészteni a kliensnek, amit hall, és elkezdtem tojáshéjakon lépkedni, olyan esetekben is, amikor nem kellett volna, tehát hogy mondjuk nem a, az adott helyzet indokolta, csak úgy egy általános hozzáleset. Mondjuk például, ha belegondoltok abba a levélbe, amit említettem az elején, ez kiváltott belőlem egy pár hónapra egy olyan hatást, hogy nagy bajok lehetnek a konfrontálásban, mert nyilván egy konfrontációs uh -huh. helyzet után született meg az a levél. A, maga a visszajelzés nem volt valótlan, az időzítése meg a, a, az egyszerű szókimondása az, az, az azt gondolom, hogy tényleg nagy hiba volt a részemről. Minden esetre és akkor ez ezután még az is nehéz a szakmánkban, hogy ezt aztán nem írod meg a kliensnek, hogy de igazam volt. Szóval hogy, így, szóval, hogy nem innen rendezett le ezt az egészet. és ez Reméljük. Az... <laughs> igen, és Jobb hogy... esetben, igen. <laughs> igen. De hát, szóval, hogy ez is egy emberi aspektusa ennek, hogy még azt is le kell magadba rendezni, hogy mi volt ennek az igazságtartalma, de hogyan kell, volna ezt jól csinálni. De minden szóval, hogy, hogy tényleg megéltem egy pár hónapig, hogy nehezen veszem rá magam erre újra, és ez se jó a klienseknek amúgy, és nagyon hálásak szoktak lenni, mikor végre konkrétan mondok valamit, hogy Na, én bírom, nekem így én ezt szívesen hallom, nyugodtan mondja máskor is. És ez olyan üdítő Meg egyébként. Miért ezt lehet? akartam. Mennyire üdítő lehet valakinek, aki egy olyan környezetben van, hogy bármit kérdez, ez jól csinál, persze, jól csinálod, mégsem működik semmi az életében. És mégis mindenki azt mondja: hogy de nagyon jól csinálod. Aztán nem valahova, és biztos, hogy rosszul esik először, de hogy mennyire üdítő lehet, tényleg, hogy te is mondtad, Évi, hogy egyszer valaki azt mondja, nem, ez így szar, bocsánat. Ja, nekem üdítő, szakemberként Ja, de hogy neki is milyen üdítő helye, lehet, helye, helye. hogy amikor, én, én, most a másik oldalom, mm -hmm. amikor valaki, ugye egy nagyon látszólag pozitív, senki nem mer semmit mondani neked helyzetből jön, és akkor egyszer csak valaki végre mondja, hogy ez így nem jó. Ez egy picit át fogom fogalmazni, <laughs> hogy, hogy nem is. Az, szóval hogy... most konfrontatív lesz, a -e, hogy... Norbi van. Mond... Jaj, hogy, <laughs> hogy, hogy, hogy azért nem azt mondjuk jó esetben, hogy ezt nem csinálod jól, hanem hogy az, amit te csinálsz, az úgy hat rám, hogy. Igen, igen. De, hogy egyéb... ja, igen itt Nem mondtam hozzá, hogy nyilván ez most csak az én legnyersebb verzióm, de mm. fontos az, hogy jól... Ő tálaljuk, és hogy ezt ezt megfelelően tudjunk visszajelzést adni. De hogy közben szerintem, amit most itt kiemeltél, az rendkívül fontos, a határok kérdésénél vagyunk, uh -huh. és egyébként rendkívüli biztonságot ad a kapcsolatban az, hogyha érzem, hogy a másik is kijelöli a határait, és nem és őszinte... nekem kell figyelnem arra, hogy neki vajon igen. hol vannak a határai. Nem kell tojás helyeznom, nem kell azon abba egy plusz energiát belefektetni, hogy ő rá vigyázzak, hanem tudom azt, hogy ő egy integrált, felnőtt ember, aki meg tudja azt mondani, hogy ez igen az pedig nem, vagy így igen, úgy viszont nem. És ez nagyon nagy biztonságot ad. Mert most klienc szempontból mondod, hogy biztonságot ad, hogy a pszichológus ez szerintem már minden, mert, szerint igen, csak minden kevés, igen. nagyon integrált ember jár terápiába. Igen, hogyha most ennél a uh -huh. ö, konstellációnál maradunk, hogy terapeuta-kliens, akkor akkor a, a kliens uh -huh. szempontjából, uh -huh. illetve hát azért a modelltanulás és fontos. Igen. Igen. meg ez neki tehát pontosan, ne, bár nekünk is elsősorban nekünk jó a határok lefektetése, de a másik, tehát a körülöttünk lévőknek igazán jó ez, hogyha, ahogy te is mondtad, ezt abszolút tudok ö, csatlakozni rá, hogy nem az hogy állandóan ki kell találnom, hogy ez most sok, ez most kevés, ez most jó, ez most rossz, hanem tudom pontosan, hogy hogy hol vagyok tájékozódási keretet ad egyébként. Aha, mert, hogy mert ez most egy, lehet, hogy egy nagyon egyszerű példa lesz, de ha mondjuk bármilyen sportot játszunk, és nincsenek a pályának a szélei felhúzva, vagy meghúzva, akkor ugye az egy nagyon rossz játék, hiszen nem elég, hogy a labdára kell mondjuk figyelni, hanem még arra is, hogy jaj, most kint van a labda, nincs kint a labda, ugye ez egy, tudom, hogy egyszerű hasonlat, de itt is pont erről van szó, hogy élvezetesebb a játék, ha tudom, hogy meddig mehetek el. És ez minden kapcsolatban szerintem, szerintem igaz. Ú, de kulcsmondat volt, Normi. Illetve, hogy itt válik el, hogy valami játék vagy játszma. Igen. Amit még hozzá szeretnék tenni a mai alkalomhoz, az az, hogy lehet, hogy furcsa volt elsőre, főleg azoknak, akik kevésbé ismernek még, vagy nem sok ilyet hallgattak tőlem, hogy saját élményt osztotta meg, és adott esetben kiderülhetett valaki szemre, hogy én milyen rossz pszichológus vagyok, vagy miket rontok el, vagy hogy működök rosszul, vagy mik az elakadásaim, vagy a vakfoltjaim, amivel egyébként én dolgozom, szóval ez egy régi történet már, és nem múlt héten történt, és frissen hoztam be ide megmunkálatlanul. De azért hoztam saját példát, mert ö, nem akartam volna más pszichológusokról hallott történetekkel más pszichológusok bőrét a vására vinni, és gondoltam, hogy annak van egy ereje, hogy nem értem, hogy annak van egy ereje, hogy felvállalom, hogy én is rontok el ö, dolgokat, viszont szerintem példával meg könnyebb volt megérteni. Szóval ebben a sztoriban nem én voltam a lényeg, vagy nem magamat akartam kiemelni, hanem uh, keresnem kellett, vagy úgy éreztem, hogy jó, a keresek egy példát, amivel érzékeltetni tudom ezt a folyamatot, és uh, remélem, hogy éreztétek ennek a hasznát, és nem úgy tűnt, hogy sztorizgatni akarok magamról. Disclaimer vége, de ezt mindenképp el akartam mondani. Amennyiben értékesnek találtátok ezt a beszélgetést, ne felejtsetek el minket követni Youtube-on, Spotify-on vagy Apple Podcast-en. Sziasztok!